Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy havi jóslás december hónapra. Ez a jóslás megrendelhető, akkor így személyes. Rólad szól, a díjam egy havi jóslásra 3500 forint. És most megtekintjük itt a képeket, mi várható december hónapban. A sarokkártyáknak mindig van egy különleges jelentősége, beszámol fontos témákról, különösen az első kártya, és itt látható a 4 levelű lóhere, ami szerencsét hoz, és ez a havi téma. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a kirakásnál, előtted van a szerencse, hátad mögött a halak utalnak az anyagiakra, ez lehet egy nyeremény, vagy egy ajándék is, hiszen itt látható a virágcsokor. Amit a halak még jelentenek, ezek a belső értékek. És te értékes vagy számára, hiszen ő, ez a férfi itt látható a kivetésnél, és a felette lévő kártyák utalnak az ő gondolataira. És te megjelensz itt az ő gondolataiban. Viszont ehhez hozzá kell tennem azt, hogy ő a kártyák szélén van, és kifele tekint. Tehát nála most minden úgy összejött. Nem akar elgondolkozni dolgokról, nem cselekszik, hanem inkább még olyan visszahúzódó. A hold is erre utal, hiszen ez jelenti az ő elvárásait. Arra vár, hogy te jelentkezz nála. Itt látható a háta mögött ez a levél, ami veled áll itt összefüggésben. De ha te türelmes vagy, és nem írsz neki, biztos lehetsz abban, hogy ő mozogni fog, és keresi veled újra a kapcsolatot. A következő sarokkártyán itt a szív látható, tehát a szerelmi témák nagyon fontosak lesznek december hónapban. A szerelem mellett itt van a csillagkép, az jelentheti azt, hogy ez meg van írva a csillagokban, tehát nincs véletlen, de azt is jelentheti, hogy szerencséd lesz a szerelmi élet területén. Itt lesz egy jó hír. Holott ez a levél utalhat szerződésekre is, de ez inkább az ő témája. Itt lesznek fontos döntések, erre utalnak itt az utak, de valami itt még átláthatatlan. Neki át kell gondolnia a dolgokat, hiszen előfordulhat az, hogyha elsiet valamit, akkor itt hamis döntések lesznek, erre figyelmeztet itt a ravasz róka. És ez a munkájával áll itt összefüggésben, hiszen ez a horgony szimbolizálja a munkahelyet. Itt lesznek változások, hiszen itt a közelben vannak az egerek, és ott, ahol az egerek megjelennek, azok felfalnak valamit, tehát eltávolítanak bizonyos dolgokat. Ezek lehetnek személyek a baráti körből, vagy lesznek itt munkahelyi változások. És ez a kisfiú nem csak a gyermekeket jelenti, hanem egy új kezdet, ami a munkát, a hivatást jelenti. A következő sarokkártyán látható a nap. Itt kisüt a nap, tehát megvilágosodik valami a környezetedben, hiszen itt van ez a ház. Ez jelenti az otthonodat, a szomszédokat, ismerősöket, vagy a rokonokat. Itt tisztázódni fog valami, hiszen ez a virág utal a tisztasságra, az ártatlanságra.
Itt a közelben van ez a kígyó. Ez jelentheti a gyógyító erőt. A mellette lévő kártya, ez a torony, ez utalhat egy kórházra is. De itt meg lesz a gyógyulás, itt megvan még az életerő, ha valaki beteg itt a környezetedben. Ez a torony jelenthet hivatalos dolgokat, bírósági ügyeket is. És ez a hegy vagy a téli hónapokat jelenti, vagy a nehézségeket. És ezek a kihívások, ezek a nehézségek ettől a kígyótól jönnek, és ez a kígyó jelenthet egy nőt. És nem te vagy ezzel a nővel összefüggésben, hanem ez a férfi. Ez a férfi itt egy sorban van a kígyóval. De ő elfordult tőle, hiszen ez a kígyó a múltjára utal. És ez a nő megpróbálja őt megbántani, erre utal itt ez az ostor. Vagy vannak fájdalmas emlékek. És itt ez a torony jelentheti a korlátozásokat, ez a hegy, a nehézségeket, itt mellette ez a medve a hegy mellett jelenti azt, hogy mennyire fáradt ő emiatt. És nincs kedve ezzel a nővel beszélni. De megváltoznak itt az események, erre utalnak a gólyák, hiszen szimbolizálják a változásokat. Az, ami ettől a nőtől jön. Mert ez a hölgy megpróbál téged, vagy őt, vagy mindkettőtöket megbántani, ez a helyzet megváltozik. Nem kell odafigyelni rá. Akkor újra itt van az életerő, és a nap azt jelenti itt, hogy kiderül az igazság. Amit ez a fa még jelent, szimbolizálja az egészségügyi témákat. Itt van mellette a könyv, a tudás. Lehet, hogy ez egy terület számodra, ami téged érdekel. Itt megvan ez a bölcsesség, ez a régi tudás, és ez jelentheti azt, hogy ez a terület a te hivatásod. Amit még ez a fa jelenthet, egy bizonyos hely, ahol úgy érzed, igen, ide érkeztem, itt le tudok gyökerezni. Te megtalálod ezt a helyet, ami erőt ad számodra, és ez a torony jelenti azt, itt növekszik valami, de lehet egy nagyobb város is. És ez a kereszt itt azt jelenti, lesznek sorsdöntő változások, vagy találkozások, amikor a sors utak kereszteződnek. Vagy te érkeztél el az élet utadon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkodsz azon, hogyan tovább, milyen irányba, előre, vagy hátra, balra vagy jobbra, ez utal rád a te életerődre, erre a helyre, ami számodra erőt ad, ahol le tudsz gyökerezni, de jelentheti az otthonodat is, hiszen ez a kereszt itt ezzel a házzal összefüggésben áll, és ez a ház szimbolizálja az otthonodat. Ez lehet munka otthonról is, vagy egy saját vállalkozás, hiszen a horgony itt van a közelben, és a horgony jelenti a hivatásodat. Ami még fontos, ez a könyv, ez jelenti a tudást, itt megvan egy ilyen régi bölcsesség, és a kulcs jelenti azt, légy magabiztos. Vagy jelentheti azt is, hogy ezzel a kulcssal kinyithatsz egy ajtót, itt lesznek lehetőségek számodra. Az lehet egy továbbképzés is. Mivel itt van a gyógyító erő, ez lehet egy terület, ami az egészségügyi témákat illet.
És most megtekintjük az egyes heteket. Első hét december hónapban itt látható az első sorban. Ha te egy hölgy vagy, akkor te állsz itt a középpontban. Fölötted nincsenek kártyák. Az jelentené a te gondolataidat, terveidet, de mivel nincsenek képek itt, ez azt jelenti, hogy te titokzatos vagy, és nem akarod azt, hogy mások tudják azt, hogy te mit tervezel. Erre utal a kulcs is, hiszen néha szimbolizálja a zárkózottságot, ugyanúgy, amit a koporsó és ez a bezárt könyv is jelent. De utalhat arra is, ha valamit tervezel, akkor nem mondd el a terveidet, hanem tartsd meg magadnak. Ez szerencsét hoz, hiszen itt van előtted ez a négy levelű lóhere. Amit még jelent ez a kép és a halak, az egy nyeremény, hiszen a halak utalnak anyagi dolgokra. Tehát itt megvan a lehetőség arra, hogy javuljon az anyagi helyzeted, vagy lesz egy nyeremény. Erre utal a virágcsokor is, hiszen ez szerencsét hoz. Amit még a tulipánok itt jelentenek, a te szépséged, a nőiességed, és a halak utalhatnak a belső értékekre is. Ami eddig még olyan titokzatos volt, azt most lezárod, és ez a kulcs nem csak a zárkózottságra utal, hanem a nyitottságra is. Itt kinyílik számodra egy ajtó, egy új lehetőség, és te itt tanulni fogsz valamit. Mivel ez a kártya, ez a fa jelenti az egészségügyi témákat, ez lehet egy ilyen gyógyító erő, és hogy ezen a területen tudod kibontakoztatni magadat, ami nyereményekkel jár, hiszen itt látható a szerencse és a halak, ami az anyagiakat is jelenti, és a gólyák utalnak ezekre a változásokra. A második hét december hónapban itt látható. A hold jelenti az érzelmeket, a vágyakat, a reményeket, az álmokat, és ez összeköt benneteket. Itt szerelemről van szó, mély érzelmekkel. Ő gondol rád, és vár arra, hogy te jelentkezz nála. De ha te ezt nem akarod, légy kicsit türelmes, hiszen hamarosan lesz itt mozgás, és újra egy kapcsolat, mert ez a gyűrű jelenthet valamit, ami újra visszatér az életbe. Ez olyan gyorsan, hirtelen jön, ez egy meglepetés, amikor nem is számítasz rá. Ez a gyűrű jelenthet egy szerződést, itt ez a levél egy dokumentumot. És ami ezt a kártyát illeti, itt nem csak kapcsolatokról van szó, hanem mozgásról. Ez lehet autó vagy sport is. Ahol az egerek vannak, eltávolítanak valamit. Ez lehet ez a helyzet, amikor minden úgy megállt, és most lesz mozgás, amit az egerek még eltávolítanak itt, a madarak utalnak a kommunikációra, és a kutya jelenti a barátságokat. Itt van hamisság, erre utal a ravasz róka, vagy voltak hamisságok a múltban, de le fogod zárni ezt a kapcsolatot, vagy ezeket a kapcsolatokat. A park jelenti a nyilvánosságot, és mások észrevesznek téged, keresik a kapcsolatot veled, hiszen itt beszélgetésekről van szó, de azért légy óvatos, mert nem mindenki becsületes veled,
hiszen vannak bizonyos személyek a környezetedben, akik meg akarnak téged bántani, erre utal ez az ostor, hogy ostoroznak téged, és a medve jelenti az erődet, de ott van a közelben a hegy, és ezek a bizonyos kapcsolatok gyengítenek téged. De szerencsére a gólyák megváltoztatják a helyzetet, lesz újra itt életerő, meg lesz a nyilvánosság, a kommunikáció, és a gyermekek jelentik az ártatlanságot, vagy jelenthetik azt is, hogy lesznek új kapcsolatok. 3. hét, december hónapban itt látható ebben a sorban. Ez a férfi áll itt a középpontban. Ő szeret téged, itt van a szív, de elnyomja a saját érzelmeit. Emiatt minden olyan átláthatatlannak tűnik jelenleg. Holott ő gondol rád, megjelensz itt a gondolataiban. Lehet, hogy ez egy hamis döntés, erre utalnak az utak, ez a felhő, ami miatt valami átláthatatlan, és a róka a hamis döntéseket jelenti. Ami az ő munkáját illeti. Itt megjelenik a munkahelyen, amire ez a horgony utal, a hamisság. Számára fontos lenne most egy döntés. Ezt jelentik itt az utak, és egy új kezdet, amit ez a gyermek jelenthet. És ez a levél utalhat egy munkahelyi szerződésre. De valami még itt átláthatatlan, nehéz, fogva érzi magát, tehát december hónap nem alkalmas erre, számára fontos még a türelem. Ez a felhő jelent fél évet. Fél éven belül megkapja a munkahelyi szerződést, meg lesz itt ez a változás, ezek a döntések, ez kihat a munkájára, a gyűrű szintén szerződéseket is jelenthet, és ezzel a szerződéssel neki itt szerencséje lesz. De nem szabad elsietni a dolgokat, hiszen itt még vannak nehézségek, ez a torony utalhat arra is, hogy ő fogva érzi magát, és keres egy kiutat. Itt ez a kígyó jelenti a változásokat, megújulásokat, de ez időbe telik, mire itt tisztázódik valami, eltarthat fél évig. Azt is jelentheti ez a kígyó, hogy egy nő megnehezíti a dolgát. Utolsó hét, december hónapban itt alul látható. Szívügyi dolgok állnak a középpontban, és az szerencsét hoz, hiszen megjelenik a kártya mellett a csillagkép, ami szerencsét jelent. Ez utal a szerelemre, vagy ha valaki szívbeteg, utal a gyógyulásra is. Amit a csillagok még jelentenek, egy spirituális terület, és az lehet a hivatásod, hiszen szívvel, lélekkel dolgozol ezen a területen. Ez a hajó jelenti a reményt, hogy minden jóra fordul, és elmúlik ez a felhő, ami miatt eddig minden olyan átláthatatlan volt. Amit ez a hajó még jelent, külföldi utazások, kapcsolatok, de mivel itt a ravaszróka megjelenik, azon kívül egy vonalban az egerek, az azt jelenteni, ez most nem a megfelelő időpont erre az utazásra, hanem halaszt el a későbbiekre. Lesz munkahelyi változás. Jelen pillanatban még itt látható a hamisság, vagy hamis kollégák, kolléganők vannak, vagy nem ez a te hivatásod,
és itt kellene valamit változtatni a munkát illetően. Ami viszont az otthonodat, a családot illeti, itt tisztázódik valami, lesznek fontos döntések, erre utal ez a kereszt, és a nap azt jelenti, itt sikerek lesznek, vagy kiderül az igazság, tisztázódik valami. És én kívánok neked egy szép december hónapot, nagyon sok szeretettel, Dendera!